Na, itt az előbb mutattam nektek, hogy ez a könyv, látod, rendes könyv, megvan, és akkor én ezt összeragasztottam, hogy ne lehessen lapozni. És akkor kivágtam. És akkor ezeket, itt látod, a papírforgásba beleraktam, és ezeket a kis labdákat csinálom. És ezeket belerakom. És akkor így készül az én munkám, ez egy könyv lesz tulajdonképpen. Egy könyvet tönkretettem, és ebből csinálok egy valami egészen mást, ami nem klasszikus értelemben könyv. Mondtam az előbb, hogy dobozba is csinálom. Itt van egy másik példa a dobozba, hogy egy doboz szépen ideírom, látod, hogy Attilart, és akkor ide dobozba beleraktam a labdákat, kisebbet, nagyobbat, színeset, és akkor ez is egy munka. És akkor itt van még egy másik, ami van itt több is, itt van, ez is egy doboz, amit ezt már régen csináltam nagyon. És akkor szépen megcsináltam, leragaszgattam, és ez a tárgy egy kiállítás, egy kis objektum. Meg a könyv, itt van egy másik könyv, ez is könyv. Lássátok, itt ez szépen, ezt se lehet lapozni, mert össze van ragasztva. És akkor én ezt itt kivágtam, és egy E betűt tettem bele, meg ide. Úgyhogy tulajdonképpen könyv, úgy néz ki, mintha könyv volna, de nem az. Ez már egy objektum, egy tárgy, amit meg lehet nézni, de nem lehet elolvasni. Nem lehet klasszikus módon elolvasni. Na, ez is egy ilyen könyv, lássátok, így. Én ebbe beleírkáltam mindent, ami belefirkáltam, ezt nem lehet olvasni, ezt csak nézni lehet. Ez is iskolában ilyet csinálnátok meg, kikapnátok, mi? Hát az engem nem érdekel senkinek tulajdonképpen, mi a véleménye, meg kinek tetszik, kinek nem. Én ezt így csinálom, és hát a képeim is tulajdonképpen így készülnek, mint ezek a könyveket, ahogy mutattam. A labdát is így gyűröm, összeragaszgatom, és akkor beleteszem majd, ahogy. Miért pont írást választott, és milyen célra? Hát érdekes a kérdésed, tudod, nem csak az írást, én a betűt magát is úgy nézem, mint egy vizuális valamit, tudod, hogy nem, ez, látod, mondjuk ez betű tulajdonképpen, de nem egy olyan betű, amit te írsz minden nap. Na, hogy mondjam neked, a vizuális érték itt a betűnek, azt is szeretném megmutatni, hogy úgy nézik, hogy az nem csak egy tartalmat hordozó valami az a betű, hanem annak van szép formája, szép, érdekes. Na, én így nézem a betűket. És akkor ezeket én szeretném így meg is mutatni, hát megcsinálom, és akkor akinek ez tetszik, az megnézi, vagy észreveszi, vagy. Tehát nem a tartalmái, hanem a formájái. Tudod? Hogy mind ahogy az embernek is van tartalma, meg van formája is. Meg mindennek tulajdonképpen majd.